egy nap története Fadinár esküvőjére készül, és reggel, amikor kilova volt a parkban, akkor a lova megeszi egy hölgynek a kalapját, akik éppen egy szerelmi légyotton vannak a parkban, és hogy elkerüljék a lebukást, ezért Fadinárt arra kényszerítik, hogy szerezze meg ezt a kalapot, és ennek az egész darab tulajdonképpen erről az üldözésről szól, hogy megszerezze a kalapot, és aztán kisimuljanak a dolgok, és összetudjon házasodni a kedvesével. De ez ilyen parkban rendszeresített ló, ennek a vágta az magas. Az egy látvány lehetett, hogy én ezerrel menekülök a ló hátán, a ló meg így alattam polaszkál. Idősödő embert kell játszom, aki már bizony-bizony már nagyot hal, sőt nem olyan nagyot hal, teljesen töksüket, úgyhogy a történetek mellette mind elmennek. Hogyha most mint művészeti vezető belegondolok az évad repertoáriába, akkor azt gondolom, hogy részint a fiatalok, akik most itt nagy dolgot kapnak a nyakukban, ez nagyon fontos, mert most hogy cipelniük kell ezt a vállukon, ezt a történetet. Nagyon sok szöveg van, nagyon sok jelenet van, mindenki ott van a színpadon, és mindenki mindig csinál valamit, és rengeteg minden fog történni. A féltársulat benne van az előadásban, és többen több szerepet is fognak játszani, úgyhogy nagyon izgalmas lesz. A Fadinár két nővel akarná szétszakázni, hogy biztosan. Bobannak a nászajándékán izguló helyett, hogy melyik génjét ne örökítse. A gyerekek őszintén, ezt a generációt akartuk mi nem zeni? Szelin, a mennyasszony, ebben az előadásban, és én leszek Szelin, a mennyasszony. Nagyon izgalmas és összetett szerep, szóval én nagyon várom. Fel kell eleveníteni a zenei ismereteimet, tehát szeretném a zongorát majd én játszani alá meg. Mozgalmas anyaggal azért tele volt az egész évadunk, és ráadásul az évadnak a legnagyobb produkciója lesz ez. Óriási díszlettel, forgószínpadon leszünk, 5 helyszínt kell megmutatnunk, csodálatos Kell Zsolt díszletben kell rohangálnunk, és hát csodálatos zene lesz benne, amit időnként ilyen átkötő zeneként is funkcionál. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez így az évad végére hagytuk a legnagyobb durranásunkat.